Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, szép jó estét kívánok önöknek, ezután a gyönyörű hegedűszó után, nehéz is megszólalni, aki a hegedűt húzta, Szabó Gábor, illetve hát ahogy nagyon sokan ismerik, ugye népzenész körökben és egyébként is Súvi, még egyszer köszönjük. Köszönjük szépen. Hát talán emlékeznek, február volt, amikor itt ültünk így, legalább ennyien ebben a teremben, és beszélgettünk Fiala Ilona első könyvéről, a néhány szeletről, és alig múlt el pár hónap, és most ismét itt ülünk, és beszélgetünk Fiala Ilona második regényéről, az Ólomsúlyról. Én azt gondolom, az, hogy ennyien vagyunk ebben a teremben, hogy majdnem telt ház van, illetve hát szinte telt ház van, az azt jelenti, ez az igazi visszaigazolás az első könyvről. Mert valószínűleg úgy érezték, hogy el kell jönni, és aztán kézbe kell venni a második könyvet is. Úgyhogy köszönjük szépen ezt az előre megelőlegezett bizalmat. Higgyék el, megéri. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az MKP székházában Berényi Józsefet, de most nem mondom azt, hogy az MKP elnökét, ugyanis Jóskát most irodalomkritikusi minősítésében szeretném köszönteni. Nem. Mindjárt szót kapsz, de még egy picit azért legyen másé a szó. Talán sokan emlékeznek arra is, hogy a szlovákiai magyar írók társaságának Pegazus alkotó pályázatán Lonának az első kötete védnöki díjat kapott. Ez volt ugye 2011-ben, és most 2013-ban ez a könyv is védnöki díjat kapott. Az alkotó pályázat védnöke Duba Gyula volt, talán emlékeznek arra is, aki itt volt februárban, hogy Gyula bácsi itt volt és méltatta Ilonának, Lonának a könyvét. Sajnos most nem tud itt lenni Gyula bácsi, de a gondolatai itt lesznek. Megkérem Bárdos Ágnest, hogy tolmácsolja ezeket a gondolatokat. Az Ólomsúly című kisregény valamiféle minimalista, realista próza, napjainkról szóló elbeszélés. Figyelemre méltó, hogy bizonyos csodás elemmel bír. A véletlen folytán valami nagy érték kerül egy pozsonyi nő birtokába. Ez a kincs a háttérből ólomsúlyként motiválja a történetet. Javíthatná a család helyzetét, főleg a munkanélküliség idején, emelhetni életszínvonalukat, de ez lehetetlen, mert a kincset több okból nem lehet felhasználni. E kettősségben eredményesen valósul meg a szerző realista létszemlélete, közéletisége és valóság felettisége. Az értékes kincs birtoklása a csodás elem, amely bünténnyel átitatott, elfogadhatóan érvényesül, 10 évig uralja a főhős életét. Az írás erőssége a tárgyilagosan megjelenített mikrovalóság, a sosem közönösen szemlélt pozsonyi magyar élet, a rejtélyes csodák szerepe valóságunkban. Duba Gyula. Berényi József elnök úr sokunkat meglepett egyébként februárban, mert kiderült, hogy ő benne valóban egy irodalomkritikus bújt el, illetve búvik meg. Akkor méltatta a könyvet, mint kiderült, valóban értő szemmel olvasta el. Sőt, ugye, hát mint kiderült az is, hogy Berényi Józsefnek az egyetem elvégzése után azért volt egy irodalomkritikusi rövid pályája, és a kritikája az irodalmi szemlében jelentek meg. Jóska, megkérnélek, hogy gyere akkor ki, és most legalább olyan kritikusan, legalább olyan élvezetesen mondd el, hogy hogyan olvastad ezt a könyvet, mit olvastál ki belőle, hogyan láttad. Köszönöm szépen, tisztelt jelenlévők! Az országos tanácsa a Magyar Közösség Pártjának ebben a teremben zajlik, és bizonyára sokan szokták gondolni azt, hogy az elnök lehetne inkább irodalomkritikus, főleg amikor kritikusan fogalmaz néhány járási teljesítménnyel kapcsolatban, vagy esetleg országos teljesítménnyel kapcsolatban. De magáról a könyvről először is nekem mindig nagyon nagy szellemi felüdülés ez a feladat, amikor Fiala Ilona megtisztel azzal, hogy méltassam a könyvet első alkalommal is és második alkalommal is, azért, mert az ember intellektuálisan elkalandozhat attól, amiben nap mint nap benne van, és gondolom, hogy a szerző ezzel ugyanígy van. Tehát mivel együtt dolgozunk és munkatársak vagyunk, az a nyomás, amit a közélet itt ránk helyez és ránk
a súly időnként olyan mértékben nehezedik, hogy az ember nehezen tud a könyvhöz nyúlni, akkor Fiala Ilona könyvének köszönhetően, kötelezően olvas az ember, és értékel. Tehát nem csak olvas, hanem értékel is. Ezért köszönöm ezt a fölkérést. És hát a rossz hír az, hogy amilyen komolyan veszi Fiala Ilona az írást, én olyan komolyan veszem a kritikát. És az a helyzet, hogy sokkal jobb író, mint én kritikus, ezt azért figyelembe kell venni. És hát ennek kapcsán mondom azt, hogy a két könyv közös olvasása, illetve elolvasása után azt kell, hogy mondjam, hogy van stílusa Fiala Ilonának, méghozzá olyan stílusa van, hogy ha ezt kezembe adták volna borító nélkül, és néhány oldalt elolvastam volna belőle, anélkül, hogy tudtam volna ki a szerző, valószínű tippeltem volna, hogy ő az, vagy legalábbis három nevet mondtam volna, és biztos, hogy benne lett volna Fiala Ilona is. Ez a stílus pedig egy... A Duba Gyula sokkal szakmailag hozzáértőbben mondta el, mint én, de ez a stílus valóban az élettapasztalatoknak a leírása, időnként nagyon szárazon és pusztán, időnként kiegészítve olyan finom humorral, ami valójában azt hiszem, hogy egyértelműen csak nála található meg, ez a fiatal, ha szabad ezt mondani, fiatalos, nőies humor, ami nekünk férfiaknak talán még inkább izgalmas, hiszen azzal humorizál, ami nem teljesen a mi életünk tapasztalati része, tehát a fodrászat, a vásárlás, és folytathatnám. Ezeknél a momentumoknál vannak beleírva olyan dolgok, amikor az ember teljesen magára ismer, amikor például a képzelbeli férről ír ebben a regényben. A cipővásárlás esetében például, ugye én is úgy vagyok vele, hogy a harmadik cipő után nem létezik, a negyediket próbáljam, mert úgy megunom, hogy nem az kizár dolog. Tehát ezek azok a momentumok, az ember jót nevet magán, mikor elolvassa, és rájön arra, hogy mégse olyan egzotikus lény, hogyha más férfi is így van ezzel. Szóval ez a finom női humor, ami ebben megjelenik, és merem mondani, hogy van női humor, az különlegesen női humor, úgy értem ezzel, az azt hiszem, hogy egyértelműen egy olyan írói jelenség, ami szerintem itt a Kárpát-medencében akár egyedül álló is lehet, és Fiala Ilonának tudható ez a humor és a stílus. Ennek a regénynek egészen más viszont a szerkezete, mint az elsőnek. Ha én jól értelmeztem, akkor az első, ez egy olyan életrajzi regény, amelyben a futó élmények, a napi élmények mellé felsorakoznak a múltbeli tanulságok és élmények, ritkán következtet belőle bármit is, ha igen, akkor megint megjelenik a humor, hanem írja le folyamatosan azokat a dolgok, ami vele történnek, rendkívül olvasható módon, rendkívül élvezhető módon. Még egyszer mondom, súlyosabb erkölcsi következmények nélkül, vagy nem ír oda valami kötelező erkölcsi normát azután, ami vele történt, de sugallja minden egyes mondatában ezt az emberi jóságot, ezt a megértést, az empátiát, ami egyébként Fiala Ilonára jellemző, és azért nem is kell odaírni ezeket a normákat, mert automatikusan a sorokból következnek. Ez itt most kevésbé tapasztalható ennél a regénynél, ugyanis ennek sokkal kötöttebb a szerkezete. A szerkezete, ha én jól értelmezem, akkor a köré, az esemény köré fűződik, amelyben a bűn és bűnhődés nyomait véltem felfedezni. Tehát főhősünk kimegy éjszaka sétálni egy pozsonyi lakótelepen, és ott találkozik három rablógyilkossal, elbújik előlük, az egyik rablógyilkos leszúrja a másikat, majd pedig a talált aranyat félve, hogy egy villany fölgyulladt, bedobják éppen a főhősnő mellé, majd elmennek onnét, és a főhősnő pedig elillan az arannyal. Öt nagy darab ugye, arany tégláról van szó. Ez az alap motívum, ami folyamatosan visszatér a regénybe, és ez határozza meg az alapcselekményt, de ugyanakkor a keretet egy kórházi tartózkodás szabályozza meg. Tehát az első része az, amikor a főhős kómába esik egy rutinoperáció során, és a vége pedig az, amikor kiderül, hogy minden rendben lesz egészségileg. És ebbe ékelődik bele ez a bűn és bűnhődési jelenet, tehát maga a bűntény, amikor is végül is a főhős lop tolvajoktól. Tolvajoktól lopni nem bűn. Eltulajdonít öt aranytéglát, amelyet a könyv egész végén, végéig cipel magával, vagy rejteget, még a férje elől is, családtagok elől is, mert ahogy Duba Gyula jól megmondta, nem tudja, vagy nem akarja felhasználni ezt a lopott értéket.
Nem derül ki teljesen világosan számomra, hogy nem tudja, vagy nem akarja felhasználni, inkább azt sugallja a történet, hogy valójában a kettő ugyanolyan dilemma számára, mint nekem, mint olvasónak volt, hogy valójában most miért nem használja fel. Akkor, amikor a család részek, ahogy írja le a család életét, bizony nagyon is lett volna helye ennek az öt aranyrúdnak, ha föl tudja használni, vagy valamilyen módon értékesíteni akarja, de nyoma sincs annak, hogy bármi útját ennek kereste volna a főhős. Ott tartja a szekrénybe, rejtegeti, hazudozik a férjének, hogy nehogy észrevegyék, hogy azok ott lapulnak valahol a cipőszekrény vagy a ruhászekrény alján. Ez a szerkezettel sokkal kötöttebb, és az ember néha nem tudja, hogy egy családregényt olvas, vagy egy krimit olvas, vagy a kettőnek valamilyen ötvözetét, és ez ilyen szempontból izgalmas. De az is biztos, hogy ha a következő vállalkozások lesznek, akkor nagyon oda kell figyelni majd, hogy kiegyensúlyozottak legyenek az egyes szerkezetek. Tehát ami a krimi részt illeti, vagy a családregény részt illeti, itt az arányokat nem tudom, hogy Duba Gyulával átvettétek-e, beszéltetek-e róla, vagy pedig ez spontán jött így elő. Néha az ember elfeledkezik arról, hogy valójában a könyv lényege a családregény rész, vagy pedig a krimi rész, ha szabad ezt így megfogalmazni. De végére ez a dolog végül is kiderül, mert az arányat utána jótékony célra használja fel a főhős. Hasonlóképpen megtaláljuk benne a kisember kiszolgáltatottságát, megtaláljuk benne mindazokat a napi kihívásokat, amivel mindegyikünk itt szembe találja magát. Ebben nem találunk olyan érzékeny utalásokat a felvidéki magyar létünkre, mint az első könyvben, de hát ennek nem is kell minden könyvben benne lenni, de az első könyvben nagyon finom utalások vannak sorsunkra és nehézségeinkre. Ebben ez nem található meg, de még egyszer mondom, ez nem hiányként mondom, hanem inkább az, aki még nem olvasta, az arra ne számítson. Viszont találunk benne erkölcsi véleményt a piacgazdaságról, találunk belőle véleményt a kommunizmusról, a rendszerváltásról, a sajtószabadságról, ezekre azért utalásokat találunk, tehát a szerző továbbra sem felejtette el, hogy közéleti szeméről van szó, és a közéletet aktívan szemléli, úgyhogy a krimi és a családregény mellett találunk benne némi társadalomkritikát is természetesen. Ez egy nehezebb olvasmány szerintem, mint az első könyv. A nehezebb nem azt jelenti, hogy rosszabb, szeretném hangsúlyozni, hanem azt, hogy mivel ilyen külön szerkezeti egységek vannak, szerintem jobban oda kell figyelni. Az első az úgy olvastatja magát, az első könyv. Itt akkor szerencsés, ha az ember pont egy szerkezeti elemnél teszi le, és veszi újra fel, hogy össze tudja utána kötni a kettőt. Néha kell gondolni, hogy miért is következik ez most az elsőből, de végül egy szép kerekedik ki, ha szabad így mondanom. A könyv annak köszönhetően, hogy az egységet a kórházi ágyban kezdjük, mint kómába lévő főhős, és a végén pedig egy egészséges asszonnyal fejezzük be, aki megszabadul attól a tehertől, hogy ezt az öt aranyrudat véletlenszerűen megkapta, elsajátította, kisajátította pontosabban, majd pedig a végén megszabadul tőle, mint a kómától, mint olyantól. Itt záródik be végül is ez a szerkezet, ami nekem ilyen szempontból nagyon tetszett. Úgyhogy gratulálok hozzá, és várjuk a harmadikat. Jó, hogy nem az első folytatása ez a regény, mert lehet, hogy ez nem lett volna ilyen izgalmas, hogy más stílusba fogtál egy csöppet egy kicsit, de az se baj, ha visszatérsz az elsőhöz, mert nagyon élvezetes volt. Még annyit hagysz, már csak szabadon mondjak el, hogy az elsőben ugye közbeszerzési hivatalról szól egy jelentős része a könyvnek, ahol Lona dolgozott, akkor megkértük őt nyomatékosan ebben a házban, hogy a másodikat ne az életéből írja, de ebben a könyvben elveszíti a munkáját a főhős, és akkor alakult az új munka, ott ijedtem meg a leginkább, hogy na most jövünk mink, de nem, hanem egy kórházi alkalmazottként folytatja a főhős, úgyhogy ez komoly megkönnyebbülés volt számomra. És ha már itt tartunk, amit még elfelejtettem mondani, szerintem itt vagyok én álkritikus, mert ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, de szerintem irodalmi szempontból a legkomolyabb része ennek a regénynek az a szembesülés a tolvajokkal, vagy az a momentum, amikor a főhős találkozik a tolvajokkal, akik persze keresik az aranyukat, nem tudják hova lett, és ott ólálkodnak a lakótelepen, és a főhős találkozik velük, rablógyilkosokkal, tudja, hogy ezek egyet maguk közül is meg tudtak ölni, tehát bárkit. Az a jelenet, az kiválóan le van írva. Tehát az ott borzongott nekem is a bőröm, hogy most mi lesz itt, hogy lebuksz-e, vagy nem buksz le, megölnek-e, vagy nem a regényen belül. Tehát az a rész szerintem az párját ritkítóan jól meg van írva. Akkor jutott eszembe, hogy ez olyan jó, mint a bűn és a bűnhődés. A különbség az, hogy nálad pár oldal, ott meg egy egész könyv, de ez a pár oldal az komoly feszültséget tud kelteni az olvasóban. Úgyhogy ahhoz a részhez külön gratulálok. Köszönöm. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen ezeket az értékes gondolatokat. Nem tudom, hogy jó hír vagy nem jó hír, de hasonló dolgokat fogalmaztam meg a Lonának, és valami hasonlóról fogunk rövidesen beszélni, de előtte egyetlen egy mondatot engedjenek még meg. Ezt a kötetet is, mint az első kötetet, ugyanúgy az AB Art könyvkiadó jelentette meg, és nagyon nagy szeretettel, nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Balázs F. Attilát, az AB Art könyvkiadó igazgatóját. Köszönöm, hogy itt vagy. Ha megengedik, hölgyeim és uraim, akkor én leülnék, és kicsit ilyen kötetlenebben ülve folytatnánk ezt a beszélgetést Lonával. Köszönöm szépen. Tehát ahogy erről már szó volt, ugye februárban ültünk itt így utoljára, illetve hát az volt az első könyv bemutatója, és akkor Duba Gyula akkori nagyon elismerős, nagyon biztató szavai után Fiala Ilona ígéretet tett arra, hogy folytatás következik. De arra valószínűleg nagyon kevesen gondoltak, hogy a folytatás az ilyen gyorsan jön, hiszen még el sem telt az év, és itt van a kezünkben a következő kötet, az Ólomsúly. Én bevallom, talán azzal a várakozással vettem a kezembe ezt a kötetet, hogy ez egy folytatás, egy szabad folytatása lesz az első kötetnek. Lehet, hogy azért, mert ebben benne van a női kíváncsiság, úgy szívesen leselkedtem volna még a Lona életében, hiszen a néhány szeletnek az volt a nagyon nagy erénye, legalábbis számomra, hogy hihetetlen lelki mélységekbe beengedett. Tehát Lona olyan szeleteit megmutatta az életének, amire csak kevesen képesek. Tehát ahogy akkor erről beszéltünk, hogy az őszinteség, ez volt a kulcs szava annak a kötetnek. Aztán kiderült, ugye tudjuk, hogy az egy én regény volt, napló formában megírva, és én tényleg azt hittem, hogy folytatás lesz, hiszen ez a regény is egyes szám első személyben kezdődik, de ez az első fejezettel véget is ért, és utána a regény vált, tehát átmegy egy klasszikus formába, ahol az író elmondja a történetet, elmeséli a fabulát. És mivel ez az író történetesen Fiala Ilona, tehát nagyon könnyedén meséli el, ahogy Jóska is említette, rengeteg humorral fűszerezve, komoly, realisztikus elemekkel, és hát minden benne van, az a világ, ahogy megéljük a körülöttünk lévő világot, ahogy éljük a mindennapjainkat. Számomra pergő párbeszédek, a plasztikus leírások, a jellemrajzok, a hangulat visszaadása, mindez benne van a regényben. De benne van egy csavar is, ez a titok, ugye, amiről a Jóska is beszélt. A titok az, hogy egy nő 10 évig viszi magával a titkát, hiszen egy óriási kincs van a tulajdonában, de nem tud vele mit kezdeni, vagy nem akar, majd ezt a Lona feloldja nekünk. Benne van a kriminek a feszültsége is, és ami nekem a legnagyobb üzenete, benne van egy olyan üzenet, ami ma ebben a hát igencsak eldurvult világban nagyon ritka, mégpedig az, hogy mindig lehet tovább lépni. Tehát nem tudunk olyan mélyre kerülni, vagy nem szabad olyan mélyre kerülni, hogy ne látnánk a kiutat. A főhős ugyanis nagyon pozitívan gondolkodik, a főhős Zsuzsi, ugye így nevezik a főhőst, még amikor elveszíti munkáját, és tulajdonképpen megindulnak a társadalmi ranglétrán lefelé a család, ő akkor is látja a kiutat, és ő akkor is pozitívan gondolkodik. Lona, tehát egyértelmű, hogy ez a regény nem folytatása néhány szeletnek, tehát ez azért egy másik történet, de azért mégis megvannak a bizonyos párhuzamok. Te hogyan látod ezt? És hát tulajdonképpen itt a lehetőség, hogy amit a Jóska is felvetett, hogy azokra válaszolni. Ha össze most kell hasonlítani a két regényt, hogyan hasonlítanád tudjuk össze? Már tehát, hogy ez két különálló regény, nem folytatása egyik a másiknak. Abban mégis igazatok van mindkettőtöknek, hogy mind a kettőben vannak önéletrajzi elemek, és hát ami a lényeg, hogy mind a kettőben benne van az én gondolkodásmódom. Úgyhogy valószínűleg ez az, ami összeköti a kettőt. Hogyha egy-egy mondatban kellene megfogalmaznod, vagy ajánlanod az olvasóknak ezt a két regényt, akkor mit mondanál a néhány szeletről, és mit mondanál az Ólomsúlyról? Talán annyit, hogy a néhány szeletnek lehetne a mottója a nem adom fel, és bár ez benne van a másikban is, az Ólomsúlyban, de az Ólomsúlyból inkább azt emelném ki, hogy a becsületesség győzedelmeskedik, vagyis hogy a becsületesség diadala. Uh-huh.
Szerintem egyébként nem egy klasszikus krimiről beszélünk. Nem tudom, nem éreztem benne azt, hogy egy klasszikus krimi, de ugye végig a vezérfonal az egy bűntény. Izgalmasnak tartottad ezt a műfajt, vagy miért fordult el ehhez? Valójában így alakult. Tényleg nem klasszikus krimiről van szó, mert itt nem a bűntény felderítése a lényeg, nem ez a témája a könyvnek, hanem az, hogy véletlenül hogy csöppen bele egy bűnténybe, egy teljesen kívülálló, és hogy alakulnak az események ezután az ő életében. Hát nem kimondottan kriminek indult ez a regény. Jóska itt ugye föltette a kérdést, hogy családregény vagy krimi, te melyik felé szeretnéd, tehát az olvasók mit érezzenek belőle inkább? Azt mondanám, hogy egy család története, vagy az anya története. Egy biztos, ahogy a Jóska is mondta, ugye Kárpát-medencei relációban gondolkodik, és teljesen igaza van, nagyon meghatározója a humor. De kiderült, hogy a néhány szeletben ugye ez inkább önirónia volt, tehát magad elé tartottál egy görbe tükröt, és remekül tudtál saját magadon is akár kacagni. Itt viszont az derül ki, hogy nem, tehát a humor mindenhol ott van, valószínűleg ez akkor neked lételemet. Nyugtass meg, hogy nem csak egy írói eszközről van szó. Lehet, hogy lételemem a humor. Annál is inkább, mert a saját problémáimon is könnyebben túljutok, ha humorosan veszem, de az írásaimban is, és ezen most gondolkozom el tulajdonképpen, sokkal jobban tudom magam kifejezni humorral, viccesen, még hogyha nagyon komoly dolgokról írok, mély érzésekről is például, az is jobban sikerül, hogyha úgy közelítem meg, hogy úgy viccelődök a témával. Pedig ez nagyon nehéz, a humor az egyik legnehezebb műfaj szerintem. Én javaslom, hogy hallgassunk meg egy részletet, és mindjárt kapunk egy rövid ízelítőt abból, hogy milyen is ez a Lona-féle humor. Bárdos Ágnes a mikrofonnál. Hát én nem kritikus vagyok, én csak annyit mondanék, hogy egy éjszaka alatt elolvastam, tehát 2:30-ig olvastam, mert nem tudtam elaludni. Mi lesz a vége? Volt egy időszak, amikor felmondtam nála a rabszolgai állást. Hány éve is? 15-16? Amikor karácsony előtt megtaláltam a zsebében az aranynyakláncról szóló számlát. 4900 korona. De örültem, hogy ilyen értékes ajándékot kapok tőle. Végre nem konyhai mérleget, vagy kuktafazekat, vagy porszívót, vagy vasalót, hanem egy személyre szóló igazi ajándékot. Ennyi pénzért a 90-es években csodálatos aranyékszert lehetett venni. Meg is érdemlem, mondtam magamban. Nem akármi egy ilyen nagyigényű férfi mellett élni, és kiszolgálni őt. Vártam a karácsony estét jobban, mint a gyerekek. Aztán eljött az ajándékosztás pillanata. A fiúk ugyan elég nagyok voltak már, de pontosan úgy mászkáltak négy kézláb a karácsonyfa alatt, mint kiskorukban. Sorban szedték elő a csomagokat, és a rájuk pingált név szerint adták mindenkinek a kezébe. Tőlük könyvet kaptam, mint általában mindig azokban az években, s nagyon örültem neki. De most egy picike csomagra vártam izgatottan. Ehelyett egy behemót pakkot nyomtak a kezembe az apjuk írásával. Majd ezután jön a kisméretű ajándék, gondoltam, ezért nem is dühöngtem, amikor egy frottír pongyolát bontottam ki a 2 méternyi papírból. Tavaly is pongyolát kaptam a férjem uramtól. Istenem, hát az olyan régen volt, elfelejtette a szentem. Hiába vártam, más csomag nem jutott nekem. Nézzétek csak meg, jobban nincs-e ott még valami? Biztattam a srácokat. Ők meg szegénykéim azt hitték, a számukra lesz még valami titkos ajándék. Újra végigkutattak minden köbcentiméternyi helyet, de hiába. Ez biztos? Mondtam hitetlenkedve, közben kérdőn néztem a férjemre. Miért bámulsz így rám? Motyogta. Azt hiszed, én vagyok a Jézuska. Hirtelennyében világossá vált számomra, hogy a csoda ékszert nem én kaptam, hanem valaki más.
Nagyon nehezen tudtam magam törtőztetni, de azért azt hiszem, dicséretre méltón fogtam vissza magam, legalábbis nem estem neki a férjemnek ököllel és karmokkal, ahogy az első pillanatban szándékoztam. Persze szerinte bődült boszorkány módjára üvöltöttem, de ez így nem igaz. Bizonyítékom is van rá. Még mindig életben van. Nem bírtam megemészteni, hogy más nő kellett neki. Kezdeti indulatomban ki is tettem a szűrét. Amikor visszajött, megint kidobtam, összesen háromszor. Mindig visszakönyörögte magát. Úgy látszik, a babája nem tudott olyan jókat főzni, mint én. Hamarosan meg is szakadt a kapcsolat. Tudom biztosan, mert utána jártam. Sőt, a nyakláncot is kiköveteltem, amikor elmentem hozzá. Ott azon nyomban melegében le is húztam a vécén. Ne gondolja, hogy meghagyom magamnak. Aztán szaladtam a templomba, a megtakarított dugi ezresemet odaadtam Szent Antalnak, hogy így vezekeljek a könnyelmű tékozlásért. Mert én nem pazarolok, nem pocsékolok, nem herdálok el semmit, nem dobok ki olyasmit, aminek akár a legkisebb értéke van. Ételt semmiképp, de más sem, amit ember állított elő, amiben valaki a munkáját fektette. Ám ez más eset volt. A becsületem, az önbecsülésem volt a tét. A férjemnek el is állt a lélegzete, amikor a drágája felhívta, hogy elmondja neki, köztük most már mindennek vége, mert akinek a felesége kidob egy ilyen értékes ékszert, attól ki tudja, mi minden várható még, ha az ilyennel inkább nem húz újat. Ezt jól tette! Igen, ez az, amiről Jóska beszélt, hogy egyedülálló, semmilyen se fogható, senkivel se össze nem keverhető, nem téveszthető ez a Lona-féle humor. Ez megtörtént? Nem. Pedig úgy láttam magam előtt, én ezt láttam biztosan, magam előtt. Valakivel biztosan, talán. Lona, mennyi a regényben a fantázia és mennyi a valóság? Már ugye a történet, és nem fogjuk újra elmondani, Jóska elmondta, tehát egy bűntényről van szó, a három rablógyilkos egyiket megölik, ott marad a kincs, a Zsuzsi haza cipeli, azt se tudja, hogy mit cipel haza, kiderül, hogy 5 darab aranytéglát, eldugja évekig, rejtegeti, 10 évig rejtegeti, és ez a titok, ugye, amit senki sem tud, körülötte viszi, mint egy ólomsúlyt ezt a titkot. Igaz, hogy mi azt mondtuk, hogy nem áruljuk el a kedves közönségnek, hogy mi lesz az 5 aranytégla, sorsa, de hát a titokgyártás az ugye női foglalkozás, a Jóska meg elmondta, hogy mi lett a titok, úgyhogy ezt nem bocsátjuk meg, de hát ez a különbség, ugye. Tessék? Hát mert gondoltuk, hogy igen, hát ez a mi hibánk, igen, a nők másra működnek, mi azt hittük, hogy ez olyan magától értetődik. Lona, beszéljünk egy kicsit arról, hogy a Zsuzsi ki ő? Tehát valóságos szeméről van szó, vagy pedig fantázia szüleménye, vagy te sétáltál ott azon a lakótelepen. Azt kérdezted az előbb, hogy mennyi ebben a fantázia, mennyi a kitalálás. Hát nagy rész kitalálás, maga a történet, a szövevény, a történetnek a szövevényei, maga a megoldás, ez mind kitalálás. De tény, hogy Zsuzsi egy élő személy. Zsuzsi a barátnőm, valóságban is Zsuzsinak hívják. Egy nagyon ügyes talpra esett asszony, ilyen mondanám, hogy minden lében kanál, mindent meg tud oldani, nagyon pozitív gondolkodású. Ő adta nekem valójában az alapot a hősömhöz, és nagyon nagy szerepe van a további bonyodalmak megoldásában az ő észjárásának. Ő tudja, hogy bevonult az irodalomba? Igen, tudja. Igen? Tudja, igen. És hogy ez zajlott az egész? Tehát Ági kérdezi, hogy itt van. Igen, itt van közöttünk. Jó, üdvözöljük. Ismeretlenül is. Nagyon örülünk, és azt meg külön, hogy föl is vállalta, és köszönjük szépen, hogy bemutatkozott. Lona, hogy zajlott egyébként? Te a Zsuzsinak ismered az életét, és ez adta az ötletet, vagy pedig leültetted őt, és meséltetted? Vagy ez egy barátság, ami tehát adódott, hogy te... Amikor még írtam a könyvet, Zsuzsi nem tudta, hogy benne lesz a könyvben. Én ismerem őt, és csak magam elé képzeltem, vagy elgondoltam, hogy mit, hogy intézne, mert hát ismerem őt. Ez
Szóval ezt én magamtól írtam, hogy róla mintáztam ezt a regénybeli Zsuzsit, de volt egy rész, amiben lehet, hogy Zsuzsi is meglepődött, amikor mindig kérdezgettem őt, amikor a kórházban dolgozott a műtőben, hogy és azt hogy csináljátok, és az hogy van, és lehet, hogy azt gondolta, hogy annyira érdeklődöm a munkája iránt, érdeklődtem is, ez igaz, de egy kicsit önző módon, mert aztán beleírtam azokat a dolgokat, amiket mondott, hogy is megy végbe egy műtét, és ő mit csinálott a műtőben. A regényben ugye van egy klasszikus családmodell, papa, mama, két gyerekkel, a gyerek már ugye, a két fiú már sínen van, a nagyobb már dolgozik, a kisebb éppen egyetemet végez. Nekem nagyon szimpatikus a férje egyébként, meg kell, hogy mondjam, a napi 4 üveg sörével együtt nagyon szimpatikus, mert én azt éreztem belőle, hogy ő pontosan érti a női játékot, tehát érti a női lélek bugyrait, tudja részese, némán részese ezeknek a játékoknak, tehát hagyja, hogy a nő járja a saját útját. Szintén valóságos szeméről van szó? Élő szeméről van szó? Sanyi alakját baráti körömből, szóval a jellemvonásait baráti körömből vettem. Azoktól a férfiaktól, akik szóval ilyen pozitív, illetve szimpatikusak nekem, mert Sanyinál van egy ilyen, hogy ő engedi győzni a feleségét például viták esetén. És Zsuzsi azt hiszi, hogy én lettem a győztes, jaj, de jó, én vagyok a furfangos, a cselszövő, stb. És csak későn jön rá, mindig így szokott lenni, vagy sokszor, hogy a férje még furfangosabb volt, mint ő, hogy valójában a férje játszotta ki őt, csak azért, hogy egyrészt, hogy örüljön Zsuzsi, hogy neki van igaza, egy kicsit talán önző módon is, hogy ezzel legyen vége a veszekedésnek, hogy már ne kelljen vitatkoznia. Igen, mi nem tagadjuk, hogy van olyan szókapcsolat, hogy bölcs férfi. Nem tagadjuk. De én javaslom, hogy hallgassunk meg egy következő részletet, hogy valójában milyen is a Sanyi egy jellemrajz Molnár László előadásában. Jó 10 évvel ezelőtt, pontosan 2002. december 14-én Zsuzsi sehogy se fért a bőrébe. A kutyája, akit annak idején Pandának neveztek el, mert fekete-fehér bozontja Panda Macira emlékeztetett mindenkit, akkor már csak nem 1 éve elköltözött az örök vadászmezőkre. Bár nagyon szenvedett a hiánya miatt, valahogy nem tudta rászánni magát, hogy egy új kutyát szerezzen be. Akkoriban kisebbik fia, Zoltán még egyetemista volt, a végzős évfolyamba járt. Péter már 3 éve túl volt az iskolán, s az egyetem elvégzése után mindjárt meg is nősült. Annyi minden történt akkoriban a családban, hogy egy kölyök kutya jelenléte valahogy nem fért bele a tervekbe. Zsuzsinak nem volt bátorsága egy új családtaggal tetézni a megváltozott körülményeket. Így aztán kutya nélkül maradt. De gyakran előfordult, hogyha az ablakon kinézve látta, mint régi kutyás barátai, ismerősei sétálgatnak az utcán, fogta magát, leszaladt és csatlakozott hozzájuk. Legjobban viszont a péntek és szombat esti, pontosabban éjszakai kutyás kiruccanásokat hiányolta. Amikor másnap nem kellett korán kelnie, akkor az előző éjjel 2 óra tájba mentek végig kedvenc útszakaszukon. Panda is élvezte ezeket az éjszakai kirándulásokat. Ezek a kettőjük meghitt sétái voltak. Ilyenkor többnyire senkivel sem találkoztak, kedvükre futkároztak mindkette. Igen. Zsuzsi újraélte ezeken az estéken gyermekkori örök mozgó önmagát, ott ugraburgrált a kutyája körül, az meg körülötte. Férje sosem értette, mi jó lehet abban, hogy valaki ahelyett, hogy jót aludna, a ház körüli ösvényeket rója. Felesége erre azt szokta neki mondani, ha eljön az idő, amikor megérti, hogy ihat meg valaki egy este során 4 palack sört, akkor majd a férje is meg fogja érteni az ő éjszakai sétáit. De erre a kölcsönös megértésre sosem került sor. Akkor, december 2. szombatján, éjféltájban, amikor Sanyi felhorkant a karosszékben, és erre fel is ébredt, úgy döntött, elteszi magát másnapra.
Még a szájához emelte a sörös üvegét, de abban már semmi sem volt. Kicsit bizonytalanul nézegette a fotel mellett sorakozó palackokat. Ott volt mind a négy, de valahogy mégse hitt a szemének. Csak Zsuzsi tudta, hogy mostanában egy-egy teli üveget üresre cserél, amikor a férje elbóbiskol. Mindig a harmadikat. Sanyi még sohasem vette észre a csalást. Oda-oda pislog az üvegekre, de aztán csak megpaskolja a hasát és aludni tér. Ma este, mielőtt elvonult volna, Zsuzsi kérlelni kezdte. Gyere le velem egy éjszakai sétára. Sanyi erre kimeresztette a szemét, felelni sem tudott, csak visszahuppant a karosszékbe. Úgy járnék egyet odakint, mint annak idején Pandával. Te megőrültél. Egy, esik az eső. Kettő, olyan bátor voltál mindig, hogy végigbarangoltad az éjszakákat, akkor menj most is egyedül. Három, te vagy az én párom, viccelgetett Zsuzsi. Az eső már elállt, Pandával nem féltem, de egyedül az teljesen más. Ha nem félnék, bármikor kint kóborolnék, de sose tudhatod, mi minden történhet. Ugyancsak nem gondolod, hogy valaki pont rád támadna. Nem gondolok semmit. Legfeljebb azt, hogyha egyszer a férjem vagy, én pedig arra kérlek, hogy elkísérj, akkor ezt meg is teszed nekem. Közben azt vette észre, hogy Sanyi megint elbóbiskolt. Erre jól megrázta, és az ágyába küldte. Az pedig már csoszogott is a hálószoba felé, lefeküdt, s egészen a füléig húzta a takarót. Nekem egyébként az egyik legszembetűnőbb eleme az előző regénynek is, és ennek is az, hogy ahogy a néhány szeletben, hogy ebben sincsenek negatív szereplők, tehát nincsenek rossz indulatú, gonosz emberek a regényeidben. Mi ennek az okalon? A két oka lehet. Vagy nagyon-nagyon jó világ vesz téged körül, és tényleg nem érnek rossz impulzusok, vagy valami láthatatlan nagy rózsaszín szemüveg mögött ülsz. Én csak úgy gondolom, hogy vannak itt is rossz dolgok, vannak rossz, szóval negatív jelenetek, negatív epizódok. Például Zsuzsit megcsalta a férje, kitagadják az örökségből a szülei, elveszti a munkáját. Csak hogy ezekből a rossz dolgokból is ki lehet hozni a jót. Úgyhogy Zsuzsi igyekszik mindenből a jót kihozni, és amiből mégsem megy, akkor azt úgy mellőzi. Valójában mellőzi a rossz emlékeket, a rossz dolgokat. És valójában az, hogy ő öt aranyrudat talál, vagy elcsen a tolvajoktól, ez sem valami kicsapongó örömöt hoz a számára, hanem vívódást. Mondhatnám, hogy ez is negatív dolog, hogy vívódik, mi legyen most bűnhődni fog ezért majd valamikor, vagy nem fog, most felhasználja, vagy ne használja. Szóval ez is azt mondanám, hogy majd negatív, vagy majdnem negatív dolog, de ő végül is egy pozitív ember. És még azt tenném hozzá, hogy bár nem önszántából jutott az aranyhoz, teljesen véletlenül csöppent bele, mégsem tiszta a lelkiismerete. És úgy gondolom, hogy akinek van lelkiismerete, az eleve pozitív ember. Ez így van valószínűleg, sőt, szinte biztos. Egyébként az, hogy negatív figurák vannak-e a regényben, vagy nincsenek, éppen ezzel akkor szembesültem, amikor magát a bűntént olvastam. Tehát úgy éreztem, hogy ezek az emberek, ezek a bűnözők lúzerek, szánalmasak, de nem igazán gonoszak, még akkor is, hogyha az egyik társukat megölték. Nagyon fantáziadús ötlet ez az öt aranytégla ötlet. Ez honnan jött? Sok krimi? Hát szerettem még régebben inkább krimit olvasni, főleg Agatha Christie-t, de ez, hogy honnan is jött tulajdonképpen az ötlet, elmondanám a történetét. Kint sétáltam a kutyámmal egy télelei éjszakán, nagyon borús idő volt, és kialudtak a lámpák.
Szerencsére már éppen hazafelé tartottunk, mert ha nem, akkor el nem tudom képzelni, hogy ha valahol messzebb lettünk volna, hogy találunk haza, mert annyira sötét volt, vaksötét. És akkor úgy elképzeltem, hogyha most egy lövés dördülne itt mellettem, és valakit lelőnének, hát ne, azért ne engem, de hogy valakit lelőnének, akkor tulajdonképpen ott vagyok a tett színhelyén, de mégse tudnék tanúskodni, mert hát semmit nem látok. Aztán meg elképzeltem, hogy ahogy megyek a járdán, hogy szebbe is jön valaki, és hogy egymásnak ütközünk, hogy szívrohamot kapnék rögtön, hogy ki az. Meg minden féléket elképzeltem, és mire fölírtam az emeletünkre, addigra már megvolt a regény témája. Szóval valahogy így született a téma. Hát ez egy komoly séta volt akkor végül is, hogyha a séta közben meg is született a regénynek az ötlete. Egyébként éppen a bűntény része, ugye Jóska is azt mondta, hogy az volt neki a legerősebb része a regénynek, és én is azt éreztem, azt is mondtam Alonnának, hogy ahogy leírja azt az egész bűntént, ahogy leírja azt a vaksötétben ott a történéseket, én javaslom, hogy hallgassuk meg ezt a részletet, vagy legalábbis egy részét ennek a részletnek, és meglátják, hogy pontosan miről beszélünk. Bárdos Ági a mikrofonnál. Az erős földszinti alaksori lámpa egy kicsit elvakította, észre sem vette, hogy odakint nem égnek az utcai lámpák. Csak amikor kitárta a kaput, akkor látta, hogy egyetlen lámpa sem világít. Az ég is fekete, nem ragyogják be a csillagok. A bentről kiszűrődő fénycsóvában a bejárat körül parkoló autókhoz ért, de aztán a lámpa elaludt, és ő ott maradt a koromsötét éjszakában. Sose tapasztalt még ennyire kézzel fogható sötétséget. Egészen elborzadt. Ha legalább elemlámpát hozott volna magával, de hogy is juthatott volna eszébe, hiszen amikor legutóbb kinézett az ablakon, még fényáradatban úszott a környék. A félelem, amely úrrá lett rajta, egyben arra is buzdította, hogy azért se adja fel. Hiszen az iskolaudvar kerítése itt van mindjárt az autók mögött. Azt tapogatva nyugodtan el tud menni az iskola hátsó bejáratáig. Kuncogni kezdett magában. Az jutott az eszébe, milyen vicces lenne, ha éppen most jönne egy rendőrautó. A fényszórója sugarában meglátnák őt a rendőrök, és megkérdeznék, mit csinál az éjszaka közepén a vaksötét utcán. Ő flegmán odavágná nekik, sétálok. Végtére is demokráciában élünk. Akkor és ott sétálgatok, ahol és amikor a kedvem tartja. Elindult a kerítés mellett. Nem kerítés, kerítés, bocsánat. Elindult a kerítés mellett. Már-már úgy hitte, valamennyire ki tudja venni a szemével a rostaszerű kerítést, de lehet, hogy csak a keze látott helyette. Hősiesen lépkedett. Csak nem fordul vissza. Nem az a típus, aki olyan könnyen feladná az elhatározását. Nyírkos volt az idő, december közepéhez képest inkább őszies. Szinte egész nap esett az eső, talán holnap is esni fog. A borult ég azt jelzi. Ahogy lépegetett a kerítés tövében, emberi, pontosabban férfi hangokra lett figyelmes. Elfolytott, ám indulatos beszélgetés, vagy inkább vitafül tanúja lett. Ötöt sehogy se tudunk elosztani három felé. Csak azt csinálhatjuk, hogy Mareknak és nekem kettőt adunk, neked meg egyet. Hogy nekem egyet, hiszen ez az egész az én ötletem volt, nélkülem nem is tudhattuk volna róla. Igen, de mi hajtottuk végre? Mi vittük vásárra a bőrünket? Milyen vásárra? Szólt a harmadik férfi. Hangszíne alapján jól megtermett gorilla lehetett. A másik kettőnek sem volt éppen kisfiús hangja, de ez az utóbbi, aki nem ismerte a vásárra, viszi a bőrét, szólást, ez valami behemót alak lehetett. Zsuzsi megállt. Azon tépelődött, mit tegyen. Ha most hazamenne, sohasem tudhatná meg, mi átszódik itt le éppen. Ha itt marad, esetleg észreveszik, te jó ég, akár meg is ölhetik. Ki tudja, miféle banda ez. Biztos valami lopott portékán osztozkodnak. Azonnal vissza kell fordulnom, villant át az agyán. Abban a pillanatban, ahogy a kerítéstől elmozdult, hozzáért valamihez. Ilyettében majdnem szívbajt kapott. De csak egy autó volt. Óvatosan megtapogatta, ki tudta venni, hogy az autó a házuk felé fordulva áll. Már csak ez hiányzott. Ha beülnek, felkapcsolják a lámpákat, azonnal észreveszik ők.
Ezeknek aztán majd mondhatja, hogy sétálgat. Egy pillanatnyi habozás után úgy döntött, átmegy a járda túloldalára, most már minden bizonnyal a két csipke bokor környékén lehet. A bokrok a lerobbant gyárépület tövében nőttek ki, úgy 6-7-8 méterre egymástól, s az évek során szép nagyra terebélyesedtek. A két bokor között a gyárfalán egy ablak és az egykori vészkijárat, egy rozoga ajtónyílás tátong. Százszor vagy ezerszer mentek itt keresztül pandával, amikor a hátsó réten akartak futkározni. Azon izgult, nem lesz-e valami száraz gaj az ajtó felé vezető ösvényen, mert ha ilyenre rálép, akkor elárulja magát. És akkor vége. Elkezdett araszolni bal felé, amint az autót elhagyta. Rálépett a füves területre, megérezte a talpa alatt a mélyedést. Igen, ez a kutyások kitaposott ösvénye. Nem is lépkedett, csak csúsztatta a lábát, nehogy valami nezt ejtsen. Habár a három fickó már igen hevesen vitázott, talán mégse hallották volna meg. Egyre csak várta, hogy a falhoz érjen, de nem vette észre a falat, mert a kezdejét merőlegesen maga elé tartva pontosan az ajtónyílásba érkezett. Csak egy hajszálon múlott, hogy nem botlott meg, az egykor volt küszöbben. Kitapogatta a félig, meddig még meglévő ajtótokot, fellépett az egy lépcsőnyi emelkedőn, és bent találta magát az épület belsejében. Végre biztonságban volt, valamennyire. Először az ajtótól jobbra fordulva húzódott meg a sarokban, na de akkor nem hallotta tisztán a pasik beszédét. Ezért megint oda botorgált az ajtóhoz, majd leguggolt a mellette lévő ablak alatt, amely ugyancsak régen nem látott már üveget. Innen minden tisztán hallott, de még mindig nem tudott meg semmit, csak azt, hogy az egyiknek nagyobb az érdeme, mint a másiknak több az esze, mint a harmadik meg mindegyiknél értetlenebb. De hogy miből van öt, és miért nem oszhatják három felé, arra nem jött rá. Donna, beszéljünk egy kicsit az alkotás folyamatáról. Ugye azt már tudjuk, hogy sétálni kell menni, kutyát sétáltatni, és akkor jön az ötlet. De egyébként hogyan írsz, készítesz jegyzeteket? Mert ez például egy nagyon-nagyon kidolgozott részlet. Tehát szinte látom, hogy minden bokrot végigjártál. Egyszerűen azt érzem benne, hogy ez egy valós hely. Hogy tényleg létezik Pozsonyban egy lakótelep, ahol pontosan minden úgy néz ki, ahogy itt leírtad. Igen, ez pontosan így van, de természetesen készítek jegyzeteket, mielőtt írni megyek, főleg a szereplők korát, gyerekeiket, ilyesmit leszoktam írni, hogy ne keverjek össze valakit valakivel, és ez a helyszín, ez az ablakunkból jól látszik, úgyhogy nagyon könnyű dolgom volt, de még akkor is lerajzoltam magamnak, hogy véletlenül se történjen meg, hogy jobbra vagy balra küldöm a szereplőt, amikor ez fontos, hogy melyik irányba indul el. Tehát készülök előre ezekkel. Jellemrajzokat is készítesz tehát? A legfőbb jellemző vonásokat leszoktam jegyzetelni, és bele szoktam nézni néha, és nagyon jó, mert akkor eszembe jut, hogy aha, ő mondjuk feledékeny, akkor hogy ne felejtsem el valamivel illusztrálni is, hogy őt ilyennek akarom. Amikor leülsz regényt írni, akkor te már tudod, hogy annak mi lesz a vége? Ebben az esetben tudtam. Az eleje, ahogy indult az egész, az megszületett, rögtön meg a vége is. A közepét azt úgy utólag találtam ki. Ugye van benne egy dilemma, amit Jóska is említett, tehát benne van a kicsinségünk meg a nagyságunk, de mondhatjuk azt is, hogy a tisztességünk, hiszen a főhősnek ott van a kezében az öt aranytégla, elveszíti a munkáját, tehát a család rendkívül nehéz helyzetben kerül, és ennek ellenére nem él ezzel a kincsel. Tehát ezt felfoghatjuk úgy is, hogy ez a kicsinségünk, hiszen az életük megoldódhatna, de a nagysága is benne van, mert nem akar lopott holmiból élni. Lona, gondolkodtál azon, hogy másfelé vidd a történetet? Nem, egy percig se, ahogy mondtam, meg volt a vége kezdettől fogva, és tulajdonképpen, ahogy a gombhoz varják néha a kabátot, a végéhez találtam ki a többi eseményt, úgyhogy semmiképpen sem használhatta fel Zsuzsi az aranyat.
És nem sokat magyarázom ezt a regényben, hogy miért nem, hanem úgy ki kell találni, vagy úgy sejteti magát a dolog, hogy vagy becsületből egyrészt, vagy félelemből, mert akkor leleplezhetnék őt, ki tudódna a dolog. De azért inkább becsületből, mert végül is majd a könyv végén kiderül, hogy tényleg ez a becsületesség jele, hogy nem használta föl. Ugye nem túlzok, amikor erősnek érzem azt az üzenetet benne, hogy végül is ez egy végtelenül pozitív gondolkodású ember, a főhős, és végül is az az üzenet ennek a regénynek, hogy mindig lehet tovább lépni. Vagy ezt csak én látom bele ilyen erőse? Nagyon, nagyon jól látod, és én azt hiszem, hogy ez az életünk alapja, az, hogy mindig föl lehet állni, tovább lehet menni. Enélkül nagyon nehéz lenne az életünk. És gondolom, sőt biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan így gondolják, csak néha elfeledkezünk erről, és nem mindig e szerint élünk, hogy néha elcsüggedünk, és azért jó, ha időnként egy szép zeneköltemény, vagy egy vers, vagy egy baráti telefon felidézi bennünk, hogy na, ne félj, ne csüggedj, lépj tovább, vagy pedig, és gondolom, hogy esetleg egy ilyen regény szintén eszünkbe juttathatja ezt a filozófiát. Azért az újságíró is kibújt belőle, hiszen egy társadalomrajz is benne van. Nagyon szép, és tényleg nagyon-nagyon hitelesek azok a részek, amikor leírod a munkanélküliséget. Tehát ahogy egy nő elveszíti 50 körül a munkáját, és milyen nehéz újrakezdeni. Ugyan bizakodó, de nagyon nehéz újrakezdeni. De én nekem ugyanilyen szerethető részlet volt például, amikor a család elmegy 89-be Bécsbe. Ugye emlékszünk, mindenki felült a vonatra, és mindenki elment Bécsbe kirándulni, és tényleg élhető, egyszerűen így éltük meg ezeket a történeteket, nagyon, nagyon részletesen. Tehát azt éreztem, hogy sokat adtál a részletekre, és nincs ebben a történetben elvarratlan szál. Igen, ha írok, azon vagyok, hogy egyrészt, hogy ne untassam az olvasót, másrészt, hogy amit leírok, teljesen érthető legyen, el lehessen képzelni pontosan a helyszínt, az embert, akiről éppen szó van, és hogy nincsenek elvarratlan szálak, ez elég gyakori ma az irodalomban, hogy van, amit azért elkezdek olvasni, és azért folytatom, hogy talán nem is tetszik annyira mondjuk egy regény, de kíváncsi vagyok, hogy oldódik meg bizonyos dolog. És nem oldódik meg, aztán áttér a regény más valamire, más cselekmény, más epizódok, és nem kapok választ arra, ami engem nagyon érdekelt volna, úgyhogy én magam, hát remélem, hogy ez sikerül, hogy ilyeneket nem hagyok a könyvben. Hál' Istennek, azt mondják, ha hozzáértük, hogy már véget ért a posztmodern, úgyhogy már talán egyre kevesebb ilyen regény lesz. Én javaslom, hogy mi... Szerintem az se elvarratlan szál, az meg az pont az jó, az pont úgy jó. Az a lunaféle humor, avagy csavar. Javaslom, hogy hallgassuk meg az utolsó részletet. Ez a részlet arról szól, hogy a család összeül, és akkor arról beszélnek, hogy mi lesz a kisebb fiúval, Zoltánnal, hová megy dolgozni. A rendőrséghez megyek. A rendőrséghez. És nem csak Zsuzsi visszhangozza ezt a szót, hanem szinte mindenki. De tovább már nem merik kérdőre vonni, nem merik kockáztatni. Olyan határozottan mondta, a rendőrséghez megyek. Ilyen esetben nem lenne helyén való, hogy azt mondják neki, megőrült-e, ha így döntött. Az apja próbálkozott elsőnek. A mi családunkban senki sem volt rendőr. Erre minden szem kérdőn nézett rá. Mert hiszen Sanyi családjában azelőtt jogász se volt senki, sőt vegyés sem, mint ő. Na jó, ez nem a legjobb érvelés. Mondjatok okosabbat. Miért döntöttél úgy, hogy beállsz a rendőrséghez? Szólt Péter.
Ez engem mindig érdekelt, főleg a bűnözések feltárása. A gyilkosságoké is? Kérdezte Péter provokatívan, de egyben lebeszélő szándékkal. Zsuzsi összerezzent. Talán még jobban, mint amikor a hulla mellett kuksolt a sötétben. Zoltán nem válaszolt, de mindenki tudta, semmi sincs, ami eltántorítaná ettől a szándékától. Nyomozó leszek, mondta egy kis szünet után. Nyomozó, kiáltott fel Zsuzsi, és már is megjelent a szeme előtt a két Sherlock Holmes a múlt hétről. Igen, el kell majd végeznem a rendőrakadémiát. Már benyújtottam a jelentkezésemet. Februárban lesz a felvételi. De ezt már munka mellett fogom végezni. Segédnyomozóként fognak alkalmazni. De hát, fiam, te nem sokára jogász leszel. Ez benne a jó? Jogi végzettséggel azonnal felvesznek. Ez az én előnyöm. Odaadod a jogi diplomádat egy segédnyomozói állásért? Anyu, ne becsüld le a rendőrséget. Nehogy azt hidd, hogy ott képesítés nélküli emberek dolgoznak. A vizsgálati rendőrség kimondottan felsőfokú végzettségűeket alkalmaz. Ezt már Péter mondta, aki szintén tudta, hogy az öccse elhatározása miatt már így is sok felesleges szó hangzott el. Sanyi is úgy nyilatkozott, hogy hagyják már ezt a témát, mert ha ez a gyerek a fejébe vesz valamit, az úgy is lesz. Az anyja fia. Zsuzsit az elmúlt 10 nap olyan tapasztalatokkal gazdagította, amelyek semmiképp sem álltak harmóniában Zoltán iménti terveivel. Majd még a fia fogja leleplezni. A fia fogja megbilincselni. A hideg futott át a hátán. Még jó, hogy semmit sem tud az anyja esetéről, de ez továbbra is így legyen. Ebéd után senki nem sem engedte át a mosogatást. Szüksége volt egy kis gondolkodásra. És ahogy Agatha Christie is mosogatás közben kapta a jó ötleteket a krimijeihez, Zsuzsi is eközben kapta az ötleteket az életéhez. De ma semmire sem jutott. Semmi jó gondolata nem támadt azzal kapcsolatban, mit kezdjen az arannyal, hogyan szabaduljon meg tőle. Mert azt már véglegesen tudta, hogy saját céljára semmiképp sem használja fel. De mit tegyen vele? Sokat kell még mosogatnia ahhoz, hogy kiötöljön valamit. Úgy látta, az életét mostanában nem csak a fizikai cipekedés jellemzi, hanem a hatalmas lelki teher is. Mosogatás után csatlakozott a többiekhez, és odavetette a férjének. Azt hiszem, veszünk egy mosogatógépet. Jó, mondta erre Sanyi, és tovább osztotta a kártyákat. Zsuzsi elnézte az irgalomtól kipirult arcú fiúkat. Ugyanolyanok, mint régen, csak most nagyobb a testük. Elnézte a férjét, aki most is úgy játszik velük, mint annak idején, amikor még csablecsacsit játszottak. Csak neki a pocakja lett nagyobb. És van néhány ránc a szeme körül, meg őszül a halántéka. Odakint szállingozni kezdett a hó. Hajnalka a kislányát készítette a délutáni sétára. Ha ebéd után kivitték a levegőre, utána 3-4 órát is képes volt aludni. Zsuzsi is kedvet kapott a sétához. Nagyon szépen köszönjük Molnár Lászlónak. Hát én bízom benne, kedves közönségünk, hogy ennyi részlet és beszélgetés után kaptak egy képet arról, hogy miről is szól Fiala Ilona második könyve, az Ólomsúly, és ahogy a beszélgetés elején már mondtuk, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága Pegazus alkotó pályázatán ez a regény is védnöki díjat kapott. Lona, ez mit jelent, ahány regény, annyi védnöki díj? Ez nem egészen így van. A pályázatba, vagyis a versenybe csak azok jelentkezhetnek, akiknek még nem jelent meg kötetük nyomtatásban. Ha tehát, szóval jelentkezhet valaki 10 éven át, vagy 20 éven át is akár, de ha közben már megjelenik kötete, attól fogva már nem. Értem. Innentől kezdve akkor ez a lehetőség nincsen, de én azt gondolom, hogy a közönség valószínűleg biztos vagyok benne, olvasni és keresni fogja ezt a könyvet, és majd a visszajelzéseket tőlük kapod meg. Egyébként Duba Gyula mondta ugye februárban, hogy a felvidéki magyar irodalomból hiányzik a női vonulat, tehát nincsenek női íróink, ezért is biztatott arra, hogy írjál, folytatás lesz.
Most bizonyára azt kellene, el kellene mondanom, hogy mind dolgozom, és mikor leszek vele kész. Eléggé időszűkében vagyok, dolgozom valamin, ezt megerősíthetem, de hogy mikorra készülök el vele, azt ebben a pillanatban tényleg nem tudom. Ugyanúgy egy regény lesz, tehát regény? Regénynek készül, igen. Büntén, családregény, én regény? Nem, egyik se. Tehát jön egy harmadik olvasmányélmény, aminek mi nagyon örülünk. Hadd kérdezzem még meg azt, valószínűleg azért már a legközelebbi család, barátaid olvasták a könyvet. Milyen a fogadtatása? Mert most már tudjuk, hogy Jóska hogyan látja, talán az is kiderült, hogy én hogyan látom a beszélgetésből. Mit mond a család, mit mondanak a barátok? Nekem személy szerint a néhány szelet értékesebb, mert mélyebb gondolatok vannak benne, és szóval többre tartom az első kötetet, és meglepődöm, amikor, és elég gyakran azt mondják, hogy jaj, ez sokkal jobb, mint az első volt. Én abban bízom, hogy csak azért gondolják, mert azt régebben olvasták, már el is felejtették, és hogy el is felejtették, és most, amikor ezt olvasták, hát tetszett nekik, akkor azt mondták, hogy ez jobban tetszett. De hát szeretném, hogyha mind a kettőt szeretnék, illetve hát, hogyha tetszene az embereknek, végül is azért írtam. Kedves közönségünk, önöké most a tér, a szó. Nagyon szeretnénk, hogyha hozzászólnának ehhez a beszélgetéshez. Aki olvasta azért, aki nem olvasta azért, nem tudom, kivel kezdhetjük. Tessék parancsolni. Én olvastam, és mindjárt azzal kezdeném, amit Lona most mondott, hogy ő neki az első tetszik, jobban van, akinek a második. Én azt mondanám, hogy mind a kettő remek mű. Amikor az elsőt elolvastam, bevallom őszintén, és ezt a Lonának is őszintén kell mondanom, én akkor azt hittem, miután megtudtam, hogy ír újabbat is, hogy jaj, ez kár lesz, mert ilyen jó könyv után csak rosszabb jöhet. Ez egyébként így szokott lenni a nagyírókkal általában, hogy van, aki megírja az első könyvét, és az lesz az élete főműve, vagy pedig megír egy nagyon jó könyvet, és aztán utána ír gyöngébbeket, és esetleg még sikerül neki talán újabban jót is írni. Hát ez ugyanolyan jó. Persze az egyik körte a másik alma. Elhangzott, nem akarom ismételni, hogy az egy napló volt, ez pedig egy, úgy hallottuk, hogy krimi, meg családregény. Én kiegészíteném azzal, hogy ez egy nagyszerű lélektani regény is. Mert itt az az ólomsúly mindig ott van a háttérben, és mindenre tulajdonképpen rányomja a bélyegét, ami ebben a könyvben történik. Ez olyan, mintha valaki írna arról, hogy valaki ül, mondjuk egy pasas ül egy hordón és cigizik. Ez nem túl érdekes, de ha tudjuk azt is, hogy abban a hordóban puskapor van, akkor mindjárt mindent másképp látunk. És itt ez a puskapor tulajdonképpen az az öt aranyrúd, ami közvetve vagy közvetlenül mindenre, ami ott a regényben le van írva, hatással van. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy szenzációs regény. Nagyon jónak tartom a Berényi Józsefnek azt a hasonlatát, amit a bűn és bűnhődésről mondott, mert nekem is állandóan az járt eszemben, mikor olvastam ezt a könyvet. Meg szeretném még azt is kérdezni, tudnillik, leginkább én ezt úgy mondanám, hogy egy sikerregény. Ez a mai szóval ugye a bestsellernek mondják. De persze ahhoz, hogy sikerregény legyen, ahhoz az szükséges, hogy eljusson az olvasóhoz. És azt szeretném megkérdezni itt a Lonától, vagy esetleg a kiadótól, hogy ez hogy van az egyesség, ha van egyáltalán olyan, hogy
ezt a szerző terjeszti, vagy a kiadó, vagy is, vagy hogy van ez, hogy ez valahogyan megvan szerződésileg is oldva, mert ahhoz, hogy sikerregény legyen, és különben minden feltétele megvan annak, ahhoz el kellene jutni az olvasóhoz. És itt én szeretnék még olyat is mondani, hogy mivel rólunk szól ez a könyv, és úgy értem, hogy a szlovákiai magyarokról egy izgalmas könyv, szlovákiai magyar szerzőtől, stb., ezért gondolom, hogy a magyar közösség pártja kihasználja ezt a lehetőséget, és ha van olyan, nem tudom, akkor szintén mondjuk vagy a saját tagjai között, vagy valamilyen módon fogja terjeszteni, illetve azon lesz, akár ajándék formájában, vagy akár hogy. Persze elnézést kérek, nem akarok tanácsot adni az MKP-nek, de gondolom, hogy ezt nélkülem is nagyon jól tudja, anélkül, hogy én fölhívom rá figyelmet. Hogy mi minden tetszik, azokat, amiket már hallottunk, nem igen akarom ismételni, a humora, hát ez itt azon kívül, hogy ez izgalmas, és tényleg úgy, ahogy mások is mondták, hogy nem lehet letenni, stb. Hát azon kívül ezen muszáj nevetni, ez olyan könyv, hogy egyszerűen a humora eredeti és nagyszerű. Na, akkor itt sok mindent följegyeztem, de én általában, amit leírok, nem tudom elolvasni. Úgyhogy azt mondanám, hogy ahogy említettem már, hogy az első könyve után nem akartam elhinni, hogy írhat még egy ilyen jót, most már tényleg kíváncsian várom, hogy mi lesz a következő, és most már nem fogok meglepődni, hogyha ugyanilyen jó lesz. Azt már nem igen merem mondani, hogy jobb, mert ez teljesen tökéletes. Úgyhogy gratulálok. És még volna egy kérdésem itt az eredeti Zsuzsihoz, hogy annyi csupán, hogy szintén nem használtam volna fel az aranyrudakat. A szerző nem használta föl, de most megkérdem, hogy szintén nem használta volna föl. Szóval nem ért volna a lehetőséggel? Köszönöm. Én válaszolnék Zsuzsi nevében is. Biztos vagyok benne, hogy nem használná föl az aranyrudakat, mert ismerem őt, és pontosan róla formáztam ezt a regénybeli Zsuzsit, úgyhogy tudom jól, hogy tudom, milyen az igazi Zsuzsi. Ő jelenik meg a könyvben. Köszönöm szépen Fülöp Imrének, aki kollégám volt annak idején, még régebben egy szerkesztőségben dolgoztunk, és sokat tanultam tőle. Én még fiatal újságíróként. És köszönöm, hogy így a szívén viseled a könyvem sorsát. Hát elég nehéz ma itt nálunk, ha bár azt hiszem, hogy mindenütt a világon a könyvterjesztés. Ez egy nagyon nehéz dolog. Hát azért igyekszünk valahogy mégis eljutatni az olvasókhoz. Remélem, hogy sikerrel. Köszönöm szépen. Én elkövetetek egy olyan merényletet, hogy megkérdezzem a Zsuzsitól, hogy mi a véleménye a regényről. Megteltem ezt a merényletet? Előre is bocsánatot kérek. Én nem tudom ilyen gyönyörűen kifejezni magam, mint önök. Én komáromi származású vagyok, és Komáromban nem beszítek ilyen gyönyörűen. És a szókincsem se olyan, csak olyan, amilyen. Még egyszer, legyen szíves, még egyszer mondja el a kérdést, mert én nem emlékszek rá, hogy mit kérdett. Gondolom, hogy olvasta ugye a könyvet, hogy hogyan olvasta, hogyan fogadta, hogyan látja. Hát én este 17:30 neki láttam, kékszét, málnát, teát ittem magamhoz, és olyan 3:45-re becsuktam, és úgy voltam, hogy no, ez egy élmény.
De ugye ön tudta, ön tudta, amikor elkezdte olvasni, tudta, hogy önről szól. Hát vannak, mondjuk olyan 75%-ra azért az a sötét, az a séta, az a kutya, az a lonáé, az a ilonáé. Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük. Szíves. Gazdagabbak lettünk. Lona, kihangsúlyoztad, hogy ismered Zsuzsit, és tudod, hogy ő biztos, hogy így döntene. Na, de te hogy döntöttél volna? Bocsánat, hallottam. Egyértelműen így döntöttem volna én is, ahogy Zsuzsi döntött volna, és ahogy a regénybeli Zsuzsi döntött. Nem hiába vagyunk barátnők, hasonló a gondolkodásmódunk, és azt hiszem, hogy ez a része mindkettőnkre egyformán érvényes. Itt még elmondanám, hogy Zsuzsi, amikor megkapta tőlem a kéziratot, mert ő még kéziratban olvasta, akkor még nem tudta, hogy ő az a bizonyos Zsuzsi. Akkor ő még nem tudta. Úgyhogy csak kicsit furcsa volt neki, hogy ez olyan, mintha én lennék, és szóval így jött rá, hogy valójában róla szól. Meg hát természetes, hogy én is szereplek a könyvben, mert ezek a kutyás jelenetek, meg ilyesmi, ez ugye az én történetem, de igazából a Zsuzsi az a Zsuzsi. Én csak egy megjegyzés, nem az enyém, a Copyright, a kiadójé, Attiláért. Elég hangosan beszélek, azt hiszem mindegy. Igen, én csak egy megjegyzést, a Copyright a kiadói Attilái, aki azt mondta, hogy Lona azt a megtartott 5. aranytéglát, azzal igazán megmenthetné az MKP-t. Ezt azért már mondták nekem többen is, na és hol tartod azt az aranytéglát, meg ilyeneket, de... Szóval nincs aranytégla, ez nem történt meg senkivel, sajnos ilyen történetek az életben nincsenek. Hát ha nincsen, akkor talán ezt a mai estét lassan be is fejezhetjük. Ha megengedik, akkor én elolvasnám végezetül azt a pár mondatot, azt a három mondatot, ami nekem a legfontosabb és a legnagyobb élmény volt ebből a regényből. Ezekkel a mondatokkal próbálom meg önöknek ajánlani. Zsuzsi boldog volt, de el is szomorodott. Tudta, hogy ezek a pillanatok sohasem fognak már megismétlődni. Aztán észhez tért. Akkor örülj, amikor van minek. Annak örülj, aminek örülhetsz. S hogyha ez elmúlik, jön majd más, ami újabb boldogságot hoz magával. Kedves közönségünk, keressék, vegyék ezt a könyvet. Lona egyébként a barátainak, tehát önöknek, akik itt vannak, most jó szívvel ajánlja, még alá lehet, tehát dedikáltatni lehet az est végén a könyvet. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, még nem ér véget az est, hiszen kötetlenebb formában folytathatjuk ezt a beszélgetést, de mielőtt felállnának, még szóljon a hegedű. Szabó Gábor Sufi. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük Szabó Gábornak, Suvinak, és hát kedves közönségünk, Lona mértékkel mérve, illetve Lona tempóját ismerve, 7 hónap múlva mi ismét itt ülünk és találkozunk, legalábbis ebben bízunk. De most még kérem szépen fogadjanak el tőlünk, illetve Lonától egy pohár bort, egy kis frissítőt, és folytassuk így ezt a beszélgetést. Köszönjük, hogy itt voltak.